Nyíregyháza büszke lehet az egyetemére, hiszen egy olyan önállóan működő felsőoktatási intézmény, amely a fiatalos lendületével egyre vonzóbb a tovább tanuló fiatalok számára, mondta a város polgármestere a Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Nagy öröm számunkra, hogy a nyíregyházi diákok felsőfokú tanulmányaikat itt az egyetemen végzik, itt a városokban. De az is nagy öröm, hogyha más településekről jönnek ide, és akik most kezdik tanulmányaikat nem nyíregyháziként, ugye ma egyetemi polgárrá válnak, és az is egy nagyon kedves, szép gesztus az egyetem részéről, hogy engem mindig felkérnek, hogy városok polgárává is fogadjuk őket a tanulmányaik idejére, azért, hogy még otthon, még jobban otthon érezzék magukat Nyíregyházán. Több mint 1200 elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait az egyetemen. Közülük állami ösztöndíjas képzésben 928 fő, önköltséges finanszírozási formában 321 fő tanul. A teljes idejű munkarendben, azaz nappali tagozaton 550 elsőéves hallgató, részidős munkarendben, vagyis levelező tagozaton 699 fő hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Mindenkinek lehetősége van tanulmányainak egy részét külföldi partneriskolában folytatni. Az egyetem rektora mindenkit arra bíztatott ünnepi beszédében, hogy végezzenek tudományos munkát is a tanulás és a szórakozás mellett. Válaszokat várnak arra, hogy piacképes végzettséget fognak-e itt szerezni. Jól jövedelmező hivatást választottak-e? Lesz-e végzés után munkahelyük? Megköszönve bizalmukat, hogy minket választottak, ígérem, oktatóink magas szintű, minőségi oktatással, tudásuk, tapasztalataik átadásával és odafigyeléssel válaszolnak majd erre a bizalomra, választ kapnak majd kérdéseikre, elosztatjuk képeljéket. A tanévnyitón jubileumi arany, gyémánt, vas, rubin és márványok leveleket vehettek át az 50, 60, 65, 70 és 75 éve végzett diplomások is.